Az emberek többsége vitaminokkal próbál védekezni a fertőzések ellen. Nem igazán tartanak attól, hogy az egészségügyi intézményekben is elkaphatják a járványt, és legfőképpen azt nem hiszik, hogy éppen velük történne ez meg. Félök én, mind a betegség az nem jó senkire. Úgy védekezünk C-vitaminon. C-vitamin, még valamilyen szirup van a gyerekeknek, hogy erősebbek legyenek. Pravilna ishrana, unošenje vitamina jako važno kao prevencija za jedan zdrav i normalan život. Az elmúlt 2 hónap alatt 8 hepatitis B-vel fertőzött beteget fedeztek fel a zentai kórházban. Közülük néhányan már meggyógyultak, a többieket a nagykikindai kórházban kezelik. A zentai kórház onkológiai osztályán kezelt rákos betegek vérvizsgálatakor derült ki, hogy sokan megfertőződtek. Hát tervezzük, hogy betöröljük a zentai onkológiát, mert mindnyájan ott fertőztünk meg, úgyhogy vagyunk itt már Zenta, Ada, Felsőhegy, Martonot, Kanizsaiak, akik több mint 20-an, akik össze. Tehát idatták a címünket, telefonszámunkat, és megvárjuk a január 11-e a hivatalos állásfoglalást, hogy miért fertőztünk be, vagyis hogy ugyan fertőztek be bennünket, és akkor utána betöröljük őket. A kórokozó főként vérútján és kisebb-nagyobb hámsérüléseken keresztül jut be a szervezetbe. Nemi úton is fertőzhet, mert apró nyálkahártya sérüléseken keresztül a kórokozó bekerülhet a véráramba. Veszélyeztetettek a kábítószer élvezők is, amennyiben nem használnak steril tűt. De például vérvétel, transzfúzió, foghúzás, kisebb sérülések útján is elkapható, akár injekció beadásakor, illetve műszeres vizsgálatok során, magyarázza dr. Vasas Mihály, a zentai kórház igazgatója. Elmondta, nehéz meghatározni, hogy pontosan honnan is ered a fertőzés, azonban kizárja annak lehetőségét, hogy az injekciós tű által terjedt volna el, mivel Szerbiában már mindenhol egyszer használatos tűket használnak. Minden pontot, ami esetleg fertőző forrás, fertőzés forrás lehetne, azokat átgondoltuk, átdolgoztuk, mivel hogy a felületen ezek a vírusok 7 napig élnek, ezért 7 napra leállítottuk magát a diszpanzért lévén, hogy most ünnepek is voltak, meg akkor megoldottuk, hogy egy-egy osztályon vették fel a terápiát, és akkor ugye ezeket a felületeket újra fertőtlenítettük a falaktól kezdve minden. A betegség lappangási ideje 2-től 6 hónap, leghatékonyabb ellenszere pedig a védőoltás.